A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium tanulói május 15-én az Oktatási Intézmény aulájában gyülekeztek azért, hogy megtisztítsák a város frekventál területeit. A Katolikus Gimnázium mind a 19 osztály közössége részt vett a TESZED akcióban. Gál András igazgató üdvözölte az Oktatási Intézmény aulájában gyülekező diákokat, majd hangsúlyozta, hogy immár második alkalommal csatlakoznak környezetvédelmi eseményhez, amelynek a város frekventál területeinek megtisztítása a lényege. Nyíri Tibor alpolgármester köszönetet mondott Szerencsváros önkormányzata nevében a tanulóknak, hogy részt vesznek a programban, majd emlékeztette a résztvevőket a gondolkodj globálisan cselekély -e, lokálisan elmondatra. Az alpolgármester többek között arról is szólt, hogy a saját szemetünket magunknak kell eltakarítani, nem elsősorban azért, mert nem esztétikus, hanem azért, hogy még nagyon sokáig élvezhessük földünk vendégszeretetét. Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes az üdvözlő gondolatok után ismertette a fontos technikai tudnivalókat. Ezután a tanulók az udvarra mentek, ahol a zsákokat, kesztyüket, láthatósági mellényeket átvehették a szervezőktől. A Bocskai István Katolikus Gimnázium tanulói az osztályfőnökök vezetésével végigjárták Szerencs utcáit és közterületeit azért, hogy megtisztítsák a felelőtlenül széthagyott hulladéktól.